december óta szeretnénk ezt megcsinálni. Az interneten megismerkedtünk egy sráccal, Bókori Balázsnak hívják, és megmutatta nekünk ezt a forgatókönyvet. Ez egy rövid forgatókönyv volt, és gondoltuk, ezt meg tudjuk valósítani, mert egy elég rövid film. Emlékszem, volt is egy nap, amikor leültünk sörözni, és akkor kitaláltuk, hogy nagyjából agyban eldöntöttük, hogy hogy fogjuk megvalósítani. Zed még mondta, hogy van egy nagyon kedves ismerős egy hölgy, Panni, hogy milyen szép, milyen jó, és hogy játszom benne. Úgyhogy ő játszik benne. Mi végül is egy kettévágott film. Na, kezdjük úgy, hogy ez egy, hogyha egyszerre lejátszanánk az egészet. Ó, király. A lépcsőházas jelenettel kezdtük, hogy besétál a lépcsőházajtón. A háttérben, aki nagyon jól megfigyelő, bár kiégettük a képet, ma muszáj volt kiégettünk, a háttérben látszik az ajtón keresztül, hogy szakad a hó kint. És Panni bejön, felsétál, felvettük mindenféle kamerállásból, hogy jól összetudjuk vágni mindenfelé. A fényre most nagyon odafigyeltünk, használtunk ilyen neoncsöveket, minden egyes nyitet bevilágítottunk, erre tényleg nagyon figyeltünk, hogy jól legyen a fény, mert sötétben eléggé, hát ugyebár ocsmány a kép. Igen, végén a lövésnél, amikor a Rose már elsüti a fegyvert. Azt csak egyszerűen felvettük, hogy a Panni fejét, ahogy rémülten néz és lelövik. A végére kis fehér karikákat raktunk, pont a villanáskor, amikor elsüti a fegyvert, mintha villanna egyet, és az is megnéz, kicsit kiégettük a képet. De ez utómunka, így kolorkollekcióztunk, új kolorkollekcióztunk, hogy végre úgy nézzen ki tényleg, mint egy igazi film. Aztán felvettük ugye a Rozmárt is, így jött, aztán úgy felvettük, így felvettük, úgy, király volt. Imádok kamerázni. A következő képsorok pedig belül a Rozmárnak a kutatása. Ugye lelövi az áldozatot, azt követően besétál a fürdőszobába, és ott volt egy olyan nehéz jelenete neki, amit a forgatókönyv elolvasása után azt mondta, hogy ez lehet, hogy necces lesz. Úgy szól a mondat, hogy tükörben nézve keresi az imént elvesztett ártatlanságát. Na most, hát ez valahogy elő kellett adnia. A legnehezebb rész, az kérlek szépen, legalábbis amire azt hittem, hogy a legnehezebb lesz, az a tükörben nézve elvesztem ártatlanságomat meg az előadása, de szerencsére végén az lett belőle, hogy bámultam a tükörbe, és mégis jó lett a felvétel. Ja igen, az a jelenet, amikor lehajol a hullához, oda megy a hullához a Rozmár, na most azt alulról kellett fölvennünk, és mivel nem volt széles látószögünk, egy XL1-es kamerát nehéz lett volna egy Google ember még alá bepasszírozni, ezért azt az egyszerű ötletet találtuk ki, hogy mi lenne, ha fölállna egy székre. És hát fölállt egy székre. Bőrkorival vettük ismét az ilyen fátos jeleneteket, steady-s mozgásokat, hogy így úszom a kép, úgy úszom a kép, húztam az elet, toltam az elet. Ilyen plánból vettük, olyan plánból vettük, hogy szépen nézzünk ki. Én voltam a fártkocsi, egy kamerázó fártkocsi, önműködő kamerás fártkocsi, Brain húzott engem, vagy tolt, ahogy éppen megkívánta a helyzet. Hát a szünetben mi megéheztünk, ugye már pizzáztunk egy keveset, söröztünk végig, utána... Reméljük, hogy a továbbiakban még jobb filmeket csinálunk. Rengeteget tapasztalunk és dolgozunk ezerrel.